új bizonyíték után kutatnak a Szerbia ellen indított perfelülvizsgálatához. Jelentette ki 4 nappal a Radovan Karadzsic ellen hozott ítélet kihirdetése után Bakir Izetbegović, Bosznia és Hercegovina államelnöke. Profesionálci, prije svega naš agent, koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo pod tepih gurati patnju kroz koje su ovi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja i pokrenut ćemo reviziju. Bakir Izetbegović legyőzött szerbeket kíván látni, és nem a megbékélés, hanem az összetűzések embere, állítja Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke. A Bosznia-Hercegovina nem može nikoga više da tuži, jer nema saglasnost Srba i Republike Srpske. A pravovremena osuda i politika pomirenja i stabilnosti u regionu koju vodi vlada Srbije i Srbije u celini, njen premijer Vučić, očigledno da iritira Bakira Izetbegović. I on je iz tog razloga, nemajući bilo šta drugo, pokušao sada da na scenu vrati navodnu tužbu ponovo protiv Srbije. To je nemoguće. Oni pokušavaju da održe konflikt sa Srbima, pokušavaju da održe politiku sukobljavanja. Nem helyes, hogy minden ítéletet politikai célokra használnak fel, fogalmazott a Bosznia és Hercegovina államelnökségének horvát tagja Dragan Čović. A Nemzetközi Törvényszék 2007. februárjában elvetette Bosznia és Hercegovina Szerbia ellen agresszió és népírtás vágyával indított perét. Szerintük az megalapozatlan volt. Az ítélettel meghagyták a felülvizsgálat lehetőségét. A jogászok szerint a revíziónak nincs helye, mert a Karadzsic elleni döntés nem világít rá újabb tényekre, amelyeket Szerbia ellen fel lehetne hozni. Pročitavši presudu, vidim i da su dokazi protiv Karadžića uglavnom indirektni dokazi, ali to je stvar suda, u to ne bih sad ušao, dalje pripisivo Karadžiću, ali ponavljam, zaista ne vidim jednu tačku podrške za to da bi to bilo pripisivo Srbiji. Treba naravno i proučiti presudu, ali nakon čitanja to je moje mišljenje. 2017. februárjában jár le a Szerbia elleni népírtás vágyával indított és elvetett perfellebezési határideje.